A 60-i József gimnázium kapta meg a Heves-megye legjobb gimnázium a kitüntetést, így az oktatási hivatal EGRI Pedagógiai Oktatási Központ által adományozott vándorserleget ebben az évben az intézmény birtokolja. Az elismerést június 10-én a Megyeházán rendezett pedagógusnapi ünnepségen Deák Andrea intézményvezető vehette át. Azt gondolom, hogy a nálunk folyó pedagógiai munka az példaértékű. Ezúton szeretném megköszönni pedagógus kollégáimnak a befektetett óriási mennyiségű energiát, és a gyerekeknek, hogy olyan tudás szomjal érkeznek hozzánk, amely négy és hat éven keresztül nem szűnik meg. Nagyon sok szép versenyeredményünk született az elmúlt években, hogy csak a legfrissebbek közül mazsorázgassak. A Nemzetközi Fizika Diák Olimpián tanulónk aranyérmet hozott el. Kovács Balázs Csaba nevét szerintem 60-ban már mindenki ismeri, hiszen számos riport és újságcikk megjelent róla. De ugyanez a gyermek az OKTV fizika döntőjében második helyezést ért el, az OKTV-n történelemből nyolcadik helyezést értünk el, illetve illetve 11. helyezést is értünk el. Hozzátette, mindezek mellett a diákok számos versenyen és megmérettetésen bizonyították már tudásukat, illetve az intézményben nagyon összetartó nevelőtestületi közösség alakult ki, akik mind közös célt képviselnek. Az intézményvezető kiemelte: A jövőben is szeretnék a tehetséggondozásra helyezni a hangsúlyt, illetve a fő érettségi tárgyaknál a csoportbontás technikáját alkalmazzák a nagyobb siker elérése érdekében. A díjátadó adó ünnepségen az intézmény pedagógusait is díjazták, a tehetséggondozás területén végzett eredményes együttműködésükért. Így Kovácsnék is Éva, Maruzsiné Sevella Judit és Sőreginé Kovács Krisztina is oklevelet vehetett át.